Török Ferenc nem is olyan rég még úgy gondolta, hogy 50 méteren lehet esélye berobbanni a világ élmezőnyébe. Ám ma már a 10 métert illetően legalább olyan optimista. A Nemzetközi Szövetség bevezetett egy szabályváltoztatást, ami lehetővé tette, hogy a légfegyveres puskákon lehet egy pár extra módosítást végezni, ami nekem a egyáltalán nem sportlövő alkatomhoz adódóan nagyon nagy előnyt jelent. A dioptert is, illetve a késztámaszt is 2-2 centivel jobban szét lehet húzni, ami nekem így végre egy olyan érzést tud nyújtani, miközben lövök, hogy nem feszül például a nyakam, vagy az egész csukjám, ami egy nagyon nagy előny. Itt az Európa-bajnoksággal kapcsolatban ebből voltak problémák, ugyanis azt nyilatkozták, hogy februárra elfogadják. Én úgy készültem, hogy márciusban az Európa-bajnokságon már úgy fogok tudni lőni, majd március 1-én közé tették, hogy elfogadták, de csak május elejétől lesz érvényes a szabály, úgyhogy én az EB előtt 3 nappal, a 2 hónappal ezelőtti állapotra állítottam vissza a puskámat, és 2 nagyjából másfél órás edzéssel utaztam egy teljes új beállítással az Európa-bajnokságra, és úgy versenyeztem. Azóta már vissza lett állítva a fegyverem, és most, mivel májusig nem lesznek nemzetközi versenyek, szintén úgy készülök. Szerintem ez egy jelentős eredmény növekedést nyújtott. Ehhez képest a 10 méteres légfegyveres Európa-bajnokságon Tallinnban a juniorok között arany és ezüstérmet szerzett. Kairóban pedig úgy lett junior VB bronzérmes, hogy éjszaka érkezett meg, és alig aludt a verseny előtt. Otthon mindig ezzel viccelődünk a családommal, hogy nekem csak akkor vannak jó eredményeim, hogyha 2 lépéssel hátrébről indulok, és még jobban benne van, hogy oké, most én mínuszból indulok, de akkor is meg kell csinálni, és senkit nem fog érdekelni azután, hogy nekem most ez éppen azért nem sikerült, mert csak 3 óra alvás van bennem. Ez csak egy indok, de az indokokra senki nem fog emlékezni. Viszont arra, hogyha valaki úgy csinálja meg, hogy mínuszból indul, arra viszont fog. Úgyhogy ez nem kifogás. Ugyanúgy ott kell tenni, és akkor 110%-ot nyújtani abban a szituációban. A 19 éves sportoló az ideálisnál nagyobb magasságát sem hozza fel kifogásként. Sajnos ez egy olyan dolog, amit én nem tudok változtatni. Egy olyan dolog, ami pedig kiesik a befolyásom alól, fölösleges rajta stresszeljek, és csak hátráltatna. Úgyhogy ezeket a dolgokat én már elengedtem, igyekszek abból dolgozni, ami van. Ferencre rápillantva nem csak a magassága tűnik fel, hanem az is, hogy jó erőben van. Pszichológushoz viszont nem jár. Vannak erőnléti edzéseim, szoktam sejtes súlyos edzést is csinálni, kórizmokra például, illetve szoktam súlyos edzést is csinálni. A pszichológushoz nem járok. Lehet, hogy el kéne majd kezdeni egy sportpszichológust keresni, de alapvetően én csinálom egyedül az edzéseimet, és készülök, nem egyedül az edzőmmel, de külön mentális tréningem nincsen. Ha az alkata hátrányt jelent számára, az legalább akkora előny, hogy alapvetően nem izgulós típus. Nekem a versenyeim, főleg az alapversenyek, azok szinte teljesen úgy telnek, mint az edzések. Én alapversenyben egyáltalán nem szoktam izgulni, szerintem még nem is fordult elő, talán egyszer még 2018-ban. De döntőben szoktam. Mostában egyre kevesebbszer, magyar versenyen általában már nem, még külföldi döntőkben szoktam, de lényegében ennyi. És most már például légfegyveren a 630 körös eredmény az, ami nekem egy olyan mérföldkő eredmény, amit még párszor sikerült elérni edzésen, versenyen is most már alakulgat, de az Európa-bajnokságon például ezért nem lett meg a 630, mert ott az utolsó 3 lövésben láttam, hogy meg lehet, és elizgultam. De pedig nagyon egyszerűen benne van. Úgyhogy szokni kell még az ilyen nagyobb eredményeket edzésen is, és utána pedig könnyen megjelent a verseny vége is így nemzetközi versenyeken. A csepeliek büszkesége az iskolai tanulmányait sem hanyagolja el. Informatikai technikumot végeztem, ott szereztem meg az érettségimet is, és jelenleg egy informatikai szakmát végzek, szoftvertervező és tesztelő szakmát, amit hamarosan be is fogok fejezni. Ezután tervem van egy egyetemi továbbtanulás még, ahol adtam a jelentkezésemet is, ott pedig az ELTE program tervező informatikai szak van előve célnak, amit el szeretnék majd végezni, és későbbiekben talán pedig majd mesterséges intelligenciai specifikációt szeretnék továbbvinni. Ferencnek van egy igen érdekes hobbija, amelynek a sportban is hasznát veszi. 3D-ben tervezek és nyomtatok rengeteg felszerelést, sportlövészetben is. Például a pofadékom is saját készítményű, az, amivel például versenyeztem az Európa-bajnokságon, illetve elsütő billentyűket és hasonló dolgokat is készítek, és ez a mi sportunkban nagyon nagy bónusszal bír, ugyanis azok a milliméterek, amik nekünk kellhetnek, vagy éppen egy olyan egyedi alkatrész, amit nem árulnak sehol, mert annyira egyedi,
hogy akár egy CNC géppel, vagy esetleg fából kifaradni horror lenne, a számítógépen le lehet tervezni fél kötőjel másfél óra alatt, és aztán nyomtatóval pedig elkészíteni. Itt például strapabíró belemeket, aminek több erőt kell elviselni, ez például nem megoldható, mert törne, de nagyon sok elem az a tervezhető és kinyomtatható, ami hatalmas előnyhez tudja jutatni a lövőt szerintem. Nyáron még csak 20 éves lesz, de a nagy konkurencia ellenére van rá esélye, hogy a Junior VB mellett nyáron ott lehet Bakuban a felnőtt világbajnokságon is. Nem sokára lesznek majd a válogató versenyeink. Ezeken a versenyeken fogok nyújtani teljesítményt, ezt fogja eldönteni, hogy sikerül esetleg kijussak mind a kettőre, vagy csak például az egyikre. Amennyiben akkorák lesznek az eredményeim, hogy beválogatnak a Bakuba utazó keretbe, és én mindenképpen szeretnék ott is részt venni és versenyezni. Én úgy tartom, hogy Magyarországon a felnőtt mezőny, főleg a puskásoknál az irtózatosan kemény, és oda az egy elég nagy privilégium bekerülni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És hogyha valaki a magyar csapatba be tud kerülni, akkor már eleve jó esélyekkel indul nemzetközi versenyeken is.